Van, aki becsomagolta, de van, aki csak kitette a leszedett karácsonyfáját januárban. Néhány hétig az otthon dísze, majd a szemét közzé kerül a fenyőfa. A hulladékszállítása megbízott megyei vállalat idén is meghirdette a karácsonyfa akcióját, amelyről Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. Ez évi karácsonyfa akciónak két külön ága van. Az egyik pedig az, hogy a leszedett karácsonyfát azt az eddigi, úgymond hagyományok szerint átvesszük és sorsjegyre adunk érte, de külön sorsjeggyel és vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk azt, aki egy töves fenyőt hoz be karácsony után, mint leszedett karácsonyfát. És éppen azért hirdettük ezt meg úgymond ideje korán, hogy már aki most azon gondolkozik, hogy milyen fenyőfát, műfenyőt, vágottat vagy töveset vegyen, az ennek figyelembevételével tudjon dönteni, hogy amennyiben töves fenyőt vásárol és az karácsony után leszedve behozza a Kerék utcai vagy a Korányi utcai hulladékudvarunkba, akkor 4000 forintos vásárlási utalványt tudunk érte cserébe adni. A vásárlási utalvány összegét a Nyír VV Kft. És az EA Kft. Biztosítja, az akcióban Nyíregyháza megyei jogúváros is részt vesz, és az így begyűjtött karácsonyfák, illetve akkor már fenyőfák, ezek szakszerű gondozás mellett a tavasz folyamán a Bújtosligeten kerülnek kiültetésre. A vállalat vezetője azt mondta, az a tapasztalatuk, hogy van igény az ilyen akciókra, mert sokan nem tudnak mit kezdeni a letisztított fenyővel. Minden egyes fenyőért egy sorsegy jár. Több száz leöltöztetett karácsonyfát hoztak már be, ezek vágott fenyők voltak a korábbi évek során, sőt volt olyan, aki ebbe valamilyen szintű kedvét lelte, mert több százat hozott be. Lehet, hogy összegyűjtötte még az utcán. Így van, összegyűjtötte mindenhonnan és behozta. Nektek. Ugye minden egyes fáért adunk egy sorsjegyet, amivel utalványt lehet majd nyerni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez igenis egy pozitív akció. Ezek a így leszedett és behozott karácsonyfák nem az útszélén kallódnak itt-ott-tamott, hanem rendezett körülmények között egyszerre kerülnek begyűjtésre, illetve nem utolsó sorban ezek a hulladékkezelő telepünkön a később komposztálásra kerülnek. A sorsjegyek sorsolását természetesen Vízkereszt után január 15-én tartják a nyíregyházi Kerék utcai hulladékudvarban.